Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Én Bocs Beatrix vagyok, ez pedig a Drog Reporter Café, a Drog Reporter online drogpolitikai beszélgetős műsora. A mai adásban a nőkről, szerhasználatról és a mentális egészségről fogunk beszélgetni, ami egy olyan téma, amivel sajnos túl ritkán foglalkozunk általában. A vendégünk dr. Kalózs Zsuzsa pszichológus, az ELTE pedagógiai és pszichológiai karának egyetemi docense, és a tavaly megjelent bevezetés a szerhasználó nők világába című könyv szerzője. Szia Zsuzsi, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Nemrég jelent meg egy könyv, a The Impact of Drug Policy on Women címmel, ami azért is hiánypótló, mivel kevés olyan tanulmánykötet van, ami a nők és a drogok kapcsolatát árnyaltabban ábrázolja, és nem kizárólag mondjuk a problémás szerhasználó nőkről beszél. Ebben a kötetben megjelennek olyan női életutak, amikor a drogokkal akár a kereskedelemben találkozik a nő, vagy lép velük kapcsolatban a nő, és egy sokkal átfogóbb képet ad, mint bármilyen kötet korábban. Emellett mind a 30 fejezetet nők írták, és nem csak kutatók, hanem arra is lehetőséget kaptak nők, hogy a saját élethelyzeteiket bemutassák benne. Ebben a kötetben te is írtál egy fejezetet szerhasználó nők és mentális egészség címmel, amiben azt mondod, hogy amikor általában nőkről és szerhasználatról beszélünk, akkor a nőket nagyon gyakran, sőt, talán legtöbbször leredukálítják kizárólag a szerhasználatukra, és emellett teljesen feledésben merül mondjuk az, hogy az általános mentális egészségükről beszéljünk. Tudnál egy kicsit többet mesélni erről a jelenségről, és ennek az okairól és következményeiről? Persze, nagyon szívesen. Ez valóban egy olyan fejezet, amiben nem saját kutatásról számolok be, hanem azt mutatom be, hogy úgy általában mit tudunk a mentális egészségről, a mentális betegségekről és a droghasználó nők kapcsolatáról. És leírom azokat a főbb betegségeket, mentális betegségeket, ami a szerhasználó nőkkel összefüggésbe hozható. Ez egyébként általában depresszió, a trauma átéléséhez kapcsolódó bármilyen más mentális betegség, amiről szoktunk beszélni, tehát akár a PTSD, akár az öngyilkosság, a szuicidum veszélye, akár az étkezési zavarok, szóval ezek, vagy szorongásos zavarok, ezek mind olyan mentális betegségek, amelyek világszerte megjelennek a szerhasználó nők életében. És valóban az egyik nagyon fontos dolog, amit kiemelek ebben a fejezetben, ugye, pedig nem is nyúltam nagyon mélyre ahhoz, hogy ezeket a fejezeteket megírjam, hanem alapvetően tehát a kézikönyvek adatait gyűjtöttem össze, tehát nem az volt, hogy egy ilyen marginális kisebb kutatásokat kellett átvizsgálnom, hanem gyakorlatilag a legalapvetőbb kézikönyveket, amiket használunk a mentális egészséggel foglalkozó szakemberek. És hát igen, az derült ki, hogy amit persze régóta tudunk, meg egy kicsit olyan közhelyes is már kimondani, hogy a szerhasználat és a mentális egészség, vagy mentális betegség, az nem két különálló rendszer, hanem hogy ezek között nagyon, nagyon szoros összefüggés van, akár úgy, hogy előbb van egy mentális betegség, és annak valamilyen gyógymódjául használja a szerhasználó a különböző szereket. Ugye ez leginkább a trauma és szenvedélybetegség összefüggésében figyelhető meg, erről azt gondolom, hogy több szó is esett már, akár itt a Drug Reporter Caféban, akár más fórumokon, ahol foglalkoznak szerhasználókkal, droghasználókkal úgy általában,
És a másik pedig az, ugye a szerhasználat következtében kialakuló betegségek. Nagyon sokszor egyébként a média az azzal foglalkozik, ami a mentális, tehát ami a szerhasználat következtében kialakuló mentális betegség, és mintha egy picit figyelmen kívül hagyná azt, hogy ennek igenis vannak előzményei, tehát hogy ez nagyon sokszor pont azért jön létre a szerhasználatból, akár egy rekreációs szerhasználatból azért is jöhet létre szenvedélybetegség, mert nem kapja meg azokat a megfelelő segítségeket. Tehát, hogy tulajdonképpen első körben az, hogy ő szereket használ, az valójában egy adaptív válasz arra, hogy ő jobban szeretné érezni magát. Nem csak jobban szeretné érezni magát a jelen pillanatban, hanem valahogyan szeretné kezelni a mentális betegségét, a sérüléseit, és ahogyan mondtam, ezek főleg a traumához köthető, a feldolgozatlan traumához köthető mentális betegségek. A másik nagyon fontos dolog, és ez az a helyzet, hogy ez nem csak a szerhasználó nőkre igaz, hanem úgy általában a nőknek az ellátására a mentális egészség témakörében, hogy továbbra is, és ezt az Amerikai Pszichológiai Társaságnak a felmérései, kézikönyve, javaslatai alapján tudom mondani, illetve hát Európában is történtek hasonló nagyobb vizsgálatok, hogy továbbra is nagyon sok olyan jelenséggel találkoznak a nők, amikor a mentális betegségükről beszámolnak a különböző kezelőhelyeken, az orvosoknál, vagy bárhol máshol, hogy tulajdonképpen téves diagnózist és téves kezelést kapnak. Tehát nagyon sokszor előfordul az aluldiagnosztizálás, vagy a felüldiagnosztizálás. Ugye egyik sem jó. Tehát vagy egyáltalán nem veszik észre, és akkor hagyják, hogy ő maga intézze a kezelését, vagy túl diagnosztizálják adott esetben, például túl gyorsan, túl könnyen kapnak nyugtatókat lányok vagy nők, mert hogy ez nagyon fontos, például az is, hogy tudjuk ezeket a korosztályonként külön kezelni a problémákat, és korosztályonként külön kezelni a lányok, a nők és az idősebb nőknek a problémáját. Egyébként ezért is nagyszerű ez a nemzetközi kötet, mert hogy itt pont felmerülnek ezek a problémák, illetve az egész jelenségnek a diverzitása. Szóval, hogy nagyon sokszor, hogy nem is... Tehát a nőiség fontos, de hogy a nőiségen kívül még nagyon sok olyan tényező van, ami befolyásolja azt, hogy mi lesz az ideális kezelés, mi lesz a megfelelő módszer számára. Szóval ezek mind fontosak, a mentális betegség és a szerhasználathoz köthető viselkedések, jelenségek témakörében. És milyen kapcsolatban állnak például a nőket érintő társadalmi egyenlőtlenségek a szerhasználó nők élményeivel, illetve esetlegesen a nők szerhasználatának problémássá válásával? Hát az elsődleges, amit a szakirodalom említ, ugye az a szegénység. Hogy továbbra is a lányok és nők világszerte sokkal rosszabb anyagi és éppen ebből fakadóan másfajta státuszban vannak a férfiakhoz képest. Szóval kevesebb hozzáférésük van az erőforrásokhoz, bármilyen erőforrásokhoz, és így aztán a problémáik megoldásához is. Habár, és ennek ugye vannak ilyen ellentmondó hírei, vagy ellentmondó jelenségek, az az, hogy a nők hamarabb kezdenek el foglalkozni a saját problémáikkal. Tehát mondjuk hamarabb ismerik fel, és hamarabb mennének, hogy segítséget kérjenek. Csak aztán, amikor elmennek és segítséget kérnek, de nem kapnak megfelelő segítséget, mint például a Józanbabák Egyesület is azért jött létre, mert hogy nagyon sok anya tapasztalta azt, hogy
hogy amikor terhes lett, és mondjuk bevallotta a nőgyógyásznál ugye teljesen őszintén, hogy akár rekreációs célból szereket használt, akkor azonnal egy szenvedélybeteg drogosként kezdtek el bánni vele. Tehát nem volt meg az a fajta divers gondolkodás a szakemberek részéről, amivel valóban felmérhették volna azt, hogy itt milyen jellegű szerhasználatról van szó, van egyáltalán valódi kockázata, mik az erőforrásai annak a személynek. És ugye nyilván, hogyha egy ilyen ellenállással, egy ilyen attitűddel találkoznak, akkor ott nagyon könnyű azt az utat választani a szerhasználónak, hogy akkor inkább nem keres segítséget. Akkor inkább eltávolodik az ellátórendszertől. És hogyha eltávolodik az ellátórendszertől, és ez most megint egy friss hír, ez felmérték azt, hogy a tinédzserekkel foglalkozó pszichiátriákon Magyarországon, tehát hogy milyen súlyos tünetekkel érkeznek a páciensek, és ott is kiderült az, hogy a lányok, akik mentális betegségekkel érkeznek, ők sokkal súlyosabb tünetekkel jelennek meg. Ami azt jelenti, mert hogy ez is kiderült ebből a vizsgálatból, ami azt jelenti, ugye, hogy sokkal később mernek segítséget kérni. Tehát valójában megjelenik hamarabb bennük az igény, de aztán mégis később kerülnek valódi kezelésbe. Tehát, hogy már egy előre haladottabb, rosszabb tünetekkel. Ugye ez a rejtőzködés jelenségköre, hogy nehezen tudnak segítséget kérni. Nehezebb nekik kilépni abból a társadalom által elvárt szerepkörből is, hogy ők a jók. Ugye ez nagyon sok területen, nem csak a mentális betegségek területén, vagy nem csak a szerhasználat területén, de akár ilyen teljesen fizikai problémák esetén is, mint például egy szívinfarktus, vagy az autista lányokat sokkal kevésbé ismerik fel, mert hogy nincs meg annyira az eszközre. Illetve, amit én nagyon sokszor mondok, hogy ugye beleesett az egészségügy, meg a társadalomtudomány, meg egyébként a pszichológia tudománya is abba a hibába, hogy ez a kvantitatív gondolkodás, ami hát mondjuk egy kormányzati szereplőnek, ugye tehát ilyen nagyon leegyszerűsítve kell az adatokat átadni, és neki ugye az informatív, hogy akkor miből van több, milyen arányok vannak, stb. És hogy a lányok és a nőknek az aránya az kisebb a szerhasználat területén, meg a szenvedélybetegség területén, éppen ezért válnak láthatatlanná, mert hogy mire oda kerülne az ő ügyük, hogy ott döntést kell hozni, hogy akkor kell-e külön szolgáltatás a számukra, vagy adott esetben, mint ami Magyarországon is nagyon sokáig tartott, amíg lett olyan tinédzserre, ami fogad lányokat, és tud foglalkozni a lányokkal. Mert hogy valószínűleg egy kisebbség, és valószínűleg kell egy másfajta attitűd is az ő problémáikhoz. Egy olyan attitűd, amiben lehet kezelni ezt az alul- vagy felüldiagnosztizálást, ezt a rejtőzködést, a stigmatizációt, azt, hogy adott esetben, és ez most tényleg csak az egyik legegyszerűbb példa, hogy például a szerhasználatban a nőkre inkább jellemző az egyedül fogyasztás, a férfiakra meg inkább jellemző a társaságban fogyasztás. Szóval ez is mutathat olyan dolgokat, amikre akár reflektálni kell a kezelésben. Vagy ami szintén, tehát ez mondjuk egy kisebb része, hogy hogyan használnak szereket, de hogy mondjuk hogyan válik valakiből problémás szerhasználó. Ott nagyon, nagyon fontos szerepe van annak, hogy milyen traumákat éltek át, és ezeket a traumákat mennyire tudták feldolgozni. És ezek a traumák nagy részt interpersonális traumák, vagy interpersonális erőszak áldozatai. Tehát vagy a partner által, vagy a családban, vagy a társadalom által, vagy rendszer szinten, de hogy mindenképpen megjelenik a trauma, és aztán nyilván a traumának megjelenik, tehát
tehát amikor valaki szenved, azért keres valamilyen megoldást arra, hogy ne szenvedjen, és mondjuk egy feldolgozatlan trauma esetén, az, hogyha valaki nyugtatókat, vagy nyugtató típusú szereket használ, az valójában egy adaptív dolog, hiszen ott vannak az emlékbetörések, ott vannak ott van a beszűkült állapot, tehát valahogy szeretne jobban lenni. Ugye ideális esetben az lenne jó, hogyha ezek nem illegális szerekkel, hanem kontrollált körülmények között, megfelelő szakemberek információival ellátva történnének meg. Mi is használnánk, tehát hogyha ő eljönne ezekkel a problémáival egy megfelelő ambulanciára, ahol megfelelő integrált ellátás van, tehát ahol tudnak reflektálni az ő egészségügyi problémáira, mármint fizikai problémáira, a mentális egészség problémáira, a szerhasználatra, a szociális problémákra, stb., akkor első körben valószínűleg ott is egy ilyen farmakológiai megközelítés kellene ahhoz, hogy aztán megteremtsük azt a biztonságot a számára, amiből aztán képes lesz arra, ahogy a traumát feldolgozza. A videót, amit most nézel, egy civil szervezet készíti, a Jogriporter Alapítvány. Ahhoz, hogy hasonló minőségben és rendszerességgel tudjunk videókat készíteni a jövőben, szükségünk van legalább 1000 olyan emberre, aki havonta legalább 2000 forintot, tehát 1 gram fű árát hajlandó erre az ügyre áldozni. Amennyiben tetszett ez a videó, kérünk, támogass minket a drogreporter.hu oldalon. Nagyon gyakran látjuk például azt, hogyha egy kapcsolati erőszak áldozata, aki történetesen mondjuk akár rekreációsan használ szereket, segítséghez szeretne fordulni, akkor például tehát a bántalmazott nőknek, a bántalmazó nőket segítő szolgáltatások gyakran elutasítják őket a szerhasználatuk miatt, a problémás szerhasználókkal foglalkozó intézmények pedig gyakran nem tudnak megfelelő traumainformált segítséget nyújtani nekik, illetve mondjuk egy bántalmazott nőnek a megfelelő biztonságot megadni, akár abban az átmeneti időszakban, amikor elhagyja azt a bántalmazó kapcsolatát. Igen, igen, ez egy nagyon nehéz probléma. És egyébként visszatérve a mentális egészségre, ott is ugye nagyon sokszor az van, hogy mondjuk az anorexiáját tudják kezelni, de a szerhasználatát nem. Közben meg ez egy nagyon, tehát ez egymással egy rettenetesen összefüggő jelenség. Szóval ez sajnos valóban így van, hogy eleve a trauma témaköre az egy annyira bonyolult, vagy tehát a trauma témaköre is nehéz, a segítőnek is. Tehát, hogy ahhoz tényleg, ahogyan mondtad is, egy ilyen trauma-informált szolgáltatásra van szükség. Én már odáig jutottam ebben, hogy szerintem mindenhol ezt a trauma-informált megközelítést kellene alkalmazni, tehát hogy már az én fejemben nincs is olyan rétege a mentálhigiéni és ellátásoknak, ahol nem gondolom azt, hogy releváns lenne egy ilyen trauma-informált megközelítés, ami azt jelenti, nagyon leegyszerűsítve, nem egy külön képzést jelent ez, hanem arról szól, hogy azok, akik a szolgáltatásban dolgoznak, ők, de akár egyébként a bíróságon is nagyon jó lenne, hogyha ismernék a trauma jelenségét, és ismernék azt, hogy mennyire ellentmondó tud lenni egy áldozat, hogy mennyire sokáig tart a felépülés, és hogy tényleg akár teljesen egymásnak ellentmondó tünetek lehetnek. Ugye ez, szóval akár lehet emlékbetörés, de lehet, hogy ő éppen elveszíti az emlékeit. Hogy lehet, hogy túlpörög, de lehet, hogy lelassul. Tehát, hogy nagyon sok olyan egymásnak ellentmondó jelenség van, amit kezelni kell.
És hát igen, tehát ugye erre kell egyfajta nyitottság, kell egyfajta felkészültség, és ez igen, tehát ugye ez egy nagyon, ezzel a divatos szóval mondva, szóval ez egy interszekcionális kérdés, hogy maga a szerhasználó nőknek a jelensége is az. Tehát mondjuk nekem a könyvet megírni, az nagyon nehéz volt pszichológusnak maradni a könyvírása közben, mert hogy annyira sok szociális, társadalmi jelenség van, ami befolyásolja a szerhasználó nők életét, hogy nehéz volt megmaradni abban a paradigmában. És aztán amellett is érvelek, hogy nem is szabad megmaradni abban az egyéni paradigmában, amikor szerhasználó nőkkel foglalkozunk, hanem mindig nagyon fontos, hogy ezt így kitágítsuk, és lássuk azt ezt a rendszer szemléletet, tehát az ő mikrokörnyezetét, a tágabb társadalmat, ami körülveszi. Ezek mind nagyon fontosak lehetnek. Ugyanakkor természetesen, amikor ott ül velünk a kliens, akkor mi azzal fogunk tudni mit kezdeni, amit ő kontrollálni tud. Szóval, hogy éppen ez a traumainformált megközelítésnek is a lényege, hogy én, amikor ott ülök és beszélgetek a klienssel, akkor én az itt és mostban vagyok, és abban segítek neki, hogy ő is az itt és mostban tudjon maradni, és az aktualitásokban vagyunk benne, meg abban, amit ő kontrollálni tud. Ugyanakkor az én fejemben szakemberként ott kell, hogy legyen az, hogy ez egy nagyobb rendszerben van benne, és nekem abban kell tudnom értelmezni az ő jelzéseit, értelmezni az ő segélykérését, vagy bármilyen más kirohanását, akár negatív, akár pozitív irányba lenk ki, azt nekem abból a szempontból is értelmeznem kell. És éppen ezért van az, amit kérdeztél, hogy ugye, hogyha vannak ilyen nagyon speciális szolgáltatások, és akár tekinthetjük a bántalmazott nők megsegítését is egy speciális területnek, akkor ott nagyon sokszor az látszik, hogy nehéz kilépni ebből a kollégáknak, és ezért nehéz megfelelő segítséget nyújtani. Hát erre válasz az integrált megközelítés, tehát ahol egyszerre tudnak tímben gondolkodni. Erre viszonylag kevés példa van, de eleve nagyon kevés szolgáltatás van kifejezetten nők számára. Szóval én azt hiszem, hogy itt van egy ilyen fontos személyes felelőssége is a szakembereknek, hogyha nem látjuk, hogy ott megjelenik ez a témakör, akkor menjünk oda és működjünk együtt. Szóval ez például a Csajnap esetében is így működött, hogy ott több szakember dolgozott együtt, és a jelenséget így aztán a komplexitásában lehetett kezelni. És szóval, hogy szerintem ez a felelősség, ez nagyon fontos a szakembernek. A publikálás mellett, és a publikálás alatt itt tulajdonképpen azt is értem, hogy az egy óriási élmény volt számomra is gyakorló szakemberként, meg elméleti szakemberként is, hogy amikor megjelentek ezek a különböző híradások, riportok, beszélgetések velünk erről a témáról, akkor az a fajta stigmatizáció, mert hogy erről még nem beszéltünk, hogy az a fajta stigmatizáció, amit még megélnek a nők a szerhasználatuk miatt, szóval, hogy egész konkrétan, amikor azzal hívnak fel a kliensek, hogy annyira jó volt olvasni az interjút, mert hogy végre azt láttam leírva egy hiteles, megfelelő, tehát hogy egy jó újságban, amit én érzek. Mert hogy, szóval, hogy ez a validálása annak, amit ő érez. Validálása annak, hogy, hogy,
hogy teljesen helyén van az, hogy azt érzi, hogy nem kapott megfelelő segítséget. Mert hogy nagyon sokszor ugye a stigmatizáció miatt generálódik a szégyen is, meg a bűntudat, hogy oké, tehát hogy akkor így van ez a problémám, elmentem a problémámmal, ami eleve tök ciki, meg tök nehéz volt segítséget kérni. Elmentem, nem kaptam megfelelő segítséget, és hogy lehet, hogy nem változott a helyzet, vagy lehet, hogy még rosszabb is lett, és akkor magát kezdi el hibáztatni, hogy ja, hát igen, hát akkor biztos bennem van a hiba, hogy még segítséget is kértem, de mégsem sikerült, hogy nekem még ez sem sikerült. Tehát nagyon sokszor ez megjelenhet a szerhasználó nők fejében, miközben lehet, hogy annyiról volt szó, hogy mondjuk egy olyan csoportban kellett részt vennie, teszem azt egy elterelés csoportban, ahol a 15 főből 2 lány volt, és eleve olyan témák kerültek elő, ami kevésbé jellemzi a női szerhasználatot. Tehát adott esetben például egy ilyen közegben egy bántalmazásos történet nem tud felszínre kerülni. Sőt, nagyon gyakran élik át azt a szerhasználó nők, hogy újra traumatizálódnak ezekben a csoportokban, az ilyen koedukált csoportokban, és újra megtapasztalják azokat a nehézségeket, amiket megtapasztaltak akár a párkapcsolatban. Tehát akkor újra generálódik a trauma, és nem csak, hogy tényleg nem segít, hanem még nagyon sokszor még inkább egy ilyen szégyenérzetet, bűntudatérzetet növelő lehet. Ez a stigma, amiről beszélsz, ez ilyen borzasztóan rendszer szintűnek hangzik, tehát hogy átfogja az ellátórendszert, a nők saját magukról való gondolkodását is talán, illetve az egész környezetük hozzáállását, nem csak a szerhasználatukhoz, hanem bármilyen mentális problémájukhoz. Tehát, hogy említetted azért, hogy komolyan sincs véve a probléma, vagy ilyen nagyon komoly szégyen társul hozzá, és például a könyvedben is említed, hogy az is nagyon-nagyon gyakori jelenség, hogy amikor női szerhasználatról beszélünk, akkor hajlamosak vagyunk egy homogén csoportként kezelni a nőket, akik használnak bármilyen szereket, akár rekreációsan, akár rendszeresebben, és amikor láthatóvá válnak, akkor csak ilyen módon válnak láthatóvá. És például a könyvedben is van a Britney Spears esett tanulmány, ami szerintem tök jól bemutatja ezt a jelenséget, hogy beszélünk nőkről és a mentális egészségükről, és tudnál erről egy kicsit többet beszélni? Igen, hát ez egy nagyon fontos téma. Szegény Britney Spears azóta is, ugye, tehát ezt most is tudjuk, hogy szenvedettől a stigmától, ami ugye a mentális betegség stigma is, meg a szerhasználó stigma is, meg egyébként a szerhasználó terhes nő stigma is, amit ő hordoz magában. Hát igen, szóval ez egy nagyon érdekes jelenség, hogy addig, amíg mondjuk így körömcipőben pesgőzgetés, addig ez egy társadalom által támogatott jelenség, de ugye abban a pillanatban, amint ez problémává válik, abban az esetben van egy ilyen elutasítás, és hogy tehát hogy ugyanúgy ugye a fogyasztói társadalomban, a kapitalizmusban a reklámcégek külön szakosodnak arra, hogy hogyan lehet nőiesíteni ugye a dohányzást, hogyan lehet nőiesíteni erre már több évtizedes tapasztalat, erről már több évtizedes tapasztalat van, hogyan nőiesítették az italfogyasztást is. Erre egyébként van egy nagyon izgalmas mozgalom, ez a Don't Pink My Drink, hogy ezért a nők ki is kérik maguknak, hogy nem kell nekik külön alkohol márkákat létrehozni. De hogy
Szóval, hogy van egy ilyen, közben meg van egy ilyen nyomás, meg van egy ilyen, egy ilyen nagyon gusztustalan ellentmondás, ha ezt szabad így mondani, hogy egyrészt van ez, hogy tehát hogyha a dohányzás meg az ivás, mint a függetlenségnek a megjelenítése, azért ez nagyon sokszor előfordul a szervasználattal összefüggő női reklám anyagokban, és hogy ez a fajta ilyen függetlenség ígérete versus a szenvedélybetegség, szóval hogy ez megint egy óriási ellentmondás itt ebben a témakörben. Már csak azért is, mert hogy itt megint így nagyon összekeveredik az, hogy persze, hogy szeretnének a nők ugye, több függetlenséget, meg egzisztenciát, meg mindent, amit ígérnek ezek a reklámok, de hogy nyilván nem ezzel szeretnék elérni, tehát hogy sokkal fontosabb lenne, hogyha így megfelelő fizetést kapnának, és akkor nem kell, tehát hogy pont ez van benne, hogy akkor nem kell rózsaszínné tenni az italunkat, mert hogy akkor meg tudjuk vásárolni ugyanazt, amit szeretnénk. És emellett meg tényleg ott van az, hogy ha viszont problémássá válik a szerhasználat, akkor viszont a teljes elutasítottság az amit megélnek a szerhasználó nők. Szóval, hogy nehezen találnak olyan szakembert, aki érti, amit mondanak, ugye akár terhesként is. Ez nagyon gyakran előfordul, vagy túl dramatizálják, tehát az ő esetükben ugye azt gondolják, hogy ha már, nem tudom, hetente kétszer iszik, akkor az már sok, vagy szóval, hogy és nehezen veszik figyelembe az egyéni jellemzőket, hogy igen, tehát hogy nyilván meg kell nézni, mert lesz olyan nő, akinek a heti kétszer egy pohár bor, az problémás, de hogy megint csak, hogy nem lehet így ilyen nagyon kvantifikálni ezeket, hanem hogy nagyon fontos megismerni az élettörténeteket, nagyon fontos abba belehelyezni, amit számára jelent, amit neki jelent a szerhasználat, és onnan már el lehet kezdeni kiindulni. Szóval hogy pont ez is egy ilyen érdekes, hogy nagyon kellene megismerni ugye ezeket az élettörténeteket, meg a sajátosságokat, de mellette meg mégis egy ilyen nagyobb rendszerben lenne jó elhelyezni, hogy mindazok, amiket ők képviselnek, azok milyen hatással vannak, akár rám szakemberként, vagy akár az egész ellátórendszerre. És akkor még most bele sem mentünk abba, hogy a családi szerepek és egyéb szerepek, szóval, hogy ez hogyan hat erre. Igen, én ezzel kapcsolatban még azt szerettem volna kérdezni, hogy egyáltalán mondjuk mennyire tud megjelenni az élvezet, mint egy legitim motiváció, amikor a nők és a drogok kapcsolatáról, vagy akár a nők és az alkohol fogyasztás kapcsolatáról beszélünk. Hát nagyon szabályozott a nőké. Szóval, hogy van, amit szabad, és van, amit nem. Tehát, hogy ez a tűsarkúban pezsgőzés a szabad, meg nem tudom, ez a van ez a wine moms jelenség, ami hát megint csak ilyen ellentmondásos, szóval hogy ez a hogy déltől már szabad borozgatni az anyáknak otthon, ugye ez főleg most a lezárás idején kerültek ezek az Instagram posztok megint előtérbe.
Szóval meg, hát most lehet, hogy megint újra átéljük ezt. De hogy megint csak, hogy így szabad, de úgy, ahogyan megmondja a társadalom. Tehát valahogy ez az üzenete ezeknek, hogy nem lehet csak úgy. Igen, ez egy mind arra mutat rá, legalábbis nekem, hogy ez egy mennyire komoly rendszerszintű probléma, és igazából ez a nemzetközi kötetnek is a fő üzenete, hogy azért a jelenség viszonylag általános, és akkor itt arra a jelenségre gondolok, hogy a szárhasználó nők, ők a társadalmunk egyik leginkább kiszolgáltatottabb, lenézettebb, magára hagyott csoportja. És például én is gyakran látom, hogy mind a nőjogi mozgalmak, mind például a szárhasználó emberek jogaiért küzdő mozgalmak hezitálnak kiállni mondjuk a szárhasználó nők jogai mellett, vagy akár a nők joga a szárhasználatra mellett. Vagy szerinted ennek mi az oka, és hogy lehet ezen túllépni? Hát hogy lehet ezen túllépni? Úgy, hogy beszélünk róla. Tehát én abban óriási erőt látok, hogyha erről lehet beszélni. Meg ugye ugyanúgy, ahogyan más jelenségeknél is. Tehát, hogyha minél több nő van, aki beszél erről, olyan is, aki átélte, meg egyre több nő van döntéshozó pozícióban, aki olyan nő, aki tudja és érti azt, hogy mit jelent ez a jelenség, mert hogy önmagában az, hogy nő, az még nem biztos. Tehát nagyon sok esetben látjuk, hogy ilyen döntéshelyzetben lévő nők nem tudják felvállalni azt, hogy kiálljanak nőkért, hanem hogy sőt kifejezetten azt képviselik, ami akár nőellenesnek is tekinthető, de hogy az érdekképviselet, a kommunikáció az szerintem az egyik legfontosabb. A másik az, hogy miért van, hát erre nekem továbbra is az a válaszom, amivel kezdtem, hogy szerintem azért, mert hogy mire oda jut az emberjogi, meg mindenféle más szervezetek elé, mire valahogy így oda jut a téma, hogy ez téma legyen, addig valahogy így elaprózódik. Hogy mivel tényleg nem mondhatjuk azt, hogy tömegjelenségről van szó, de hogy, szóval, hogy valahogy szerintem nagyon fontos lenne elszakadni attól, hogy azt gondoljuk, hogy attól releváns valami, mert szignifikáns. Szóval, hogy nem csak attól, vagy kritikus tömeg, de hogy nem csak attól lesz fontos valami, hanem attól is, mert mondjuk amilyen szerepet betölt, vagy amit jelképez, amit mutat. Szóval, hogy én ezt tényleg nem is értem, hogy nők, akik családokat mentenek meg visznek a hátukon, meg egyáltalán, szóval, hogy lehet az, hogy nem látszódik jobban, de hogy ugyanaz az ilyen, hogy mondjam, ilyen kínzó kérdés ez, hogy mint az otthon elvégzett munka. Tehát, hogy ott is annyira nehéz, tehát, hogy látjuk, hogy ott van a jelenség. Az még szerintem, hogyha nagyon kvantifikálni akarnánk, még biztos szignifikanciát is találnánk benne. De mégsem, tehát eltelnek évtizedek úgy, hogy erről nem beszélünk nyíltan, és ez nincs megoldva. Tehát, hogy egy kicsit én azt érzem itt is, hogy ez lehet valahogy az oka. Tehát, hogy van valami olyan hagyományrendszer, egy olyan komplexitása, meg egyedisége ezeknek a jelenségeknek, amit nem tudunk így befogadni, vagy nem tudnak így befogadni a többség
a többségben, vagy nem lehet jól kommunikálni, vagy szóval nem tudom, tehát hogy ez már nagyon sok olyan kérdés, amihez egyáltalán nem értek. De azt tudom, mert azt más szakemberekkel is egyetértve, meg rengeteg olyan ilyen útmutató protokoll született az utóbbi években, amiben már ott volt a női aspektus, akár a szerhasználat szempontjából, akár, és ez talán még meglepőbb a hallgatóknak is, hogy szóval tényleg a pszichológia területén, szóval azt gondolnánk, hogy azért ott már így nem kell erről külön beszélni, hogy hát lehet, hogy vannak olyan szempontok, amiket a lány vagy női kliensekkel más szempontból kell alkalmazni, de mégis, tehát hogy mégis kell erről újra és újra beszélni. Valóban nagyon, nagyon komplex a probléma, de remélem, hogy akár ez a beszélgetés is hozzájárul ahhoz, hogy kicsit láthatóvá tegyük, és olyan módon tegyük láthatóvá ezt a jelenséget, hogy a komplexitásában mutassuk be, és remélem, hogy akár a későbbiekben még további beszélgetésekre is sor tudunk majd keríteni, mivel, ahogy tényleg említetted, szinte kimeríthetetlen ez a téma egyelőre. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, Zsuzsi, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm én is. És én biztos vagyok benne, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy itt a diskurzus az tovább fejlődjön itt is. És szeretném megköszönni a nézőinknek is, hogy velünk tartottatok ma, hogyha ti is fontosnak tartjátok, hogy a jövőben is legyenek ilyen és ehhez hasonló beszélgetések, akkor kérjük, támogassátok a Jogriporter Alapítvány munkáját. Sziasztok!